A közösségnek támogató ereje van. Az Evangélikus Roma Szakkollégiumba járó fiatal, leendő diplomások segítséget kapnak tanulmányaik sikeres befejezéséhez, társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. Két barátnő, Jeanette és Eszter. Mindketten a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatója. Egyikük végzős, másikuk épp a nyíregyházi egyetemen tanul. Én nagyon szeretek szakkollégista lenni, mert itt én úgymond egy családra leltem. Mert a szobatársam, amit is mondhatnám most már, hogy testvérem lett, mert én elveszettnek éreztem magam eleinte itt a főiskolán, ami most már egyetem, mert 2 héttel később kaptam meg az értesítést, hogy engem felvettek a főiskolára. És ugye beültem, egyedül vagyok, a csecsemő és kisgyermeknevelő szakra járok egyébként, másodéves hallgatója vagyok, és egyedül ültem bent, mint roma származású. És tehát nem közeledett hozzám senki sem, és így nagyon örültem annak, mikor beköltöztem a kollégiumba, hogy van, akihez szólhatok, és van, aki segítsen nekem. Tehát nekem nagyon nagy segítséget is nyújt. Mi mindenben segít még ez a közösség, ez a szakkollégiumi rendszer nektek számotokra itt az egész tanév alatt, értem ezt, és még a tanévben kívül is, illetve a tanuláson kívül is. Azon kívül, amit Eszter említett, hogy családra lehet itt, azon kívül ösztöndíjt kapunk a teljesítményünkért. Ez nem olyan dolog, amit csak úgy odaadnak az embernek, hanem szigorú követelményeink vannak. Ilyen például az önkénteskedés, a teljesítmény, mert mi is kredit alapján kapjuk meg az ösztöndíjunkat, plusz még különböző programokon veszünk részt, amik azt segítik elő, hogy értelmiségévé váljunk a roma közösségünknek. A lányok azt mondták, a friss diplomások hátrányban vannak a munkaerőpiacon, és a romáknak még nehezebb az elhelyezkedés. Én védőnőként végeztem, nekem sokkal könnyebb, mert azért a védőnőkre szükség van Magyarországon, de viszont sokkal többet követelnek a roma származású diplomásoktól, szóval nekünk azért meg kell mutatnunk, hogy vagyunk olyan értékesek, mint a nem romák. Vannak és voltak is olyan hallgatók, akik sajnos nem tudtak elhelyezkedni a diplomájukkal, mivel interjú során kiderül, hogy roma származásúak, és egyből nem őt fogják választani egy nem romával szemben. Különböző képzéseket kapunk, amik hozzásegítenek a megfelelő munka megtalálásához és az elhelyezkedéshez, például munkaerőpiaci tréningeket, kommunikációfejlesztő tréningeket kapunk. Köszöntöm a stúdióban Molnár Erzsébetet, az Evangélikus Roma Szakkollégium lelkészigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mióta és milyen céllal működik a Roma Szakkollégium? Az Evangélikus Roma Szakkollégium a Keresztény Roma Szakkollégium hálózat egyik tagja, és 2011. március 17-én kelt egy dokumentum, amelyet a történelmi egyházak képviselői, vezetői, illetve az állam részéről akkor még államtitkári minőségben Balogh Zoltán írt alá, azzal a szándékkal, hogy a történelmi egyházak hozzák létre ezeket a roma szakkollégiumoknak nevezett intézményeket, de a fenntartó maga az egyes egyház legyen. Tehát mi is 2011-ben jöttünk létre, idézőjelben jöttünk létre, és 2011. szeptember 1-től működik az intézmény gyakorlatilag, és azóta vannak hallgatóink. Mik voltak a főbb célkitűzések akkor, amikor létrehozták ezt az intézményrendszert? Az intézményrendszert a hallgatók elég jól összefoglalták, de azért kiegészítésre azért még szükség van. A cél az, hogy egy hidat képezzenek azok a diplomás értelmiségi roma cigány fiatalok a többségi társadalom és a kisebbségi társadalom között. Elsősorban azokon a területeken, amire ők a felsőoktatásban képzést kapnak. Itt elhangzott a riportfilmben, van, aki csecsemő és kisgyermekgondozónak tanul, van, aki védőnőnek, az idén végzett tanítónő szakos hallgatónk, többen szociális munkások, de van gazdasági szakemberként végzett, vagy bármilyen más szakról jönnek hozzánk hallgatók, de az ország más területén jogászok, sőt orvostan hallgatók is vannak, és én azt gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a helyét ebben a hídépítő szisztémában. Egyre több és több roma fiatalra lenne szükség, aki
értelmiségi létben, és értve a többségi társadalom, és értve a saját kisebbségi létük nehézségeit, tudja ezt a bizonyos hidat építeni. Az eltelt 5 év után milyen eredményeket tudnak elkönyvelni maguknak itt a Nyíregyházi Szakkollégiumban? Én azt gondolom, hogy nagyon jó emberanyaggal dolgozunk, hallgatói anyaggal dolgozunk. Az elmúlt esztendők során ugye az 5. tanévet zártuk, és összesen be 125-130 hallgatóval találkoztunk. Ebből egy 20 körül vannak a diplomások, tehát a már végzettek száma. Van, aki a munkaerőpiacon már dolgozik, van, akinek nehezebben sikerül, van, aki tovább tanul. Most van PhD szakos hallgatónk, van 3 mesterszakos hallgatónk, a többi hallgató alapképzésben vesz még részt. Én azt gondolom, hogy elég sikeresek. TDK-zós hallgatóink vannak, tehát nem csak a helyi intézményi tudományos diákköri munkában vesznek részt, hanem nagyon ügyesen országos versenyekre eljutnak elsőt. Van olyan hallgató, aki nemzetközi TDK versenyen is indult. Mennyire népszerű az a kollégium? Hogyan lehet ide bekerülni? Azt nem tudjuk, hogy mennyire népszerű, hiszen akikkel mi kapcsolatba kerülünk, az a szájposta, az nagyon hatékony, de természetesen nagyon sokat segítenek az egyes intézmények, tehát a Nyíregyházi Egyetem és a Debreceni Egyetem egészségügyi kara részéről is a felvételi hirdetésünkhöz kapunk segítséget. Hogy mennyi hallgatóból lenne lehetőségünk válogatni, nem tudjuk, hiszen erre felmérés nincsen, hogy a roma cigány hallgatók létszáma mennyi az egyes intézményben, felsőoktatási intézményben, Nyíregyházán. Akikkel mi találkozunk, az, ha azt mondom, hogy 25 a megengedett létszámunk, illetve szeptembertől 27, és 30-35 közötti a jelentkezők aránya minden egyes fél évben, tehát azt gondolom, hogy ez egy irányszám, amiből mi tudunk olvasni. Milyen feltételeknek kell megfelelniük a hallgatóknak ahhoz, hogy bekerüljenek ide és megkapják ezt a nagyon A legfontosabb felvétel, hogy valamelyik felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója legyen. Most zajlanak, és most történik majd az egyetemek általi kiértesítés, hogy középiskolából, akik érettségiztek, kik kerültek be a felsőoktatásba, az ő számukra ezzel a levéllel válik nyitottá a jelentkezési lehetőség. Augusztus 15-ig várjuk az írásbeli jelentkezéseket a hallgatóktól, akik még most kerülnek be a felsőoktatásba, ők ezzel tudják, ezzel a dokumentummal bizonyítani, hogy felvételt nyertek, akik pedig már felsőbbévesek, a Neptun rendszerből letöltött igazolások alapján tudnak jelentkezni, de hogyha az intézmény honlapjára rákeresnek, ami nagyon egyszerű, meers.hu, tehát 2 ebetűvel, irandomeers.hu, rákeresnek, ott a felvételi felhívást megtalálják, dokumentumokat kell csatolni, dolgozatot kell írni, motivációs levelet, önéletrajzot, tehát ezek szükségesek, de ezt a felvételi hirdetményben megtalálják. Azt gondolom, hogy az önök tevékenysége tipikusan az a fajta tevékenység, ami akkor lehet sikeres, hogyha mind a két oldal beleteszi a maga saját erejét. Mennyire tudják erre motiválni a hallgatókat, illetve mennyire ők maguk mennyire akarják ezt? Igen, ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy mi fakad belülről, ugye kívülről mi csak erőltetni tudnánk, hogyha a szándékok nem belülről fakadnának, ott a legsikeresebb azzal a hallgatóval evidensen a együttműködés, akinek a belső elkötelezettsége nagyon erős. Én azt gondolom, hogy ezzel nálunk nincsen probléma. Nagyon sokat dolgoznak a hallgatók már, mint a tanulmányaikért. A programjaink egy része kötelező, másik része választható. Természetesen azok a programok, amelyek a intézmény működéséből, illetve pályázatból működünk, és a pályázatok konkrét programok megvalósítására íródnak, tehát ezek feltétlenül kötelezőek, de nagyon sok önkéntes tevékenységet végeznek a hallgatók. Itt a bejátszásban lehetett látni a karszallagon a Föld sója logót, illetve a földcímkézést. Egy nagy nemzetközi keresztény találkozón vettünk részt, 10 hallgatóval önkénteskedtünk, dolgoztunk,
Tavaly Röszkén egy 5 fős szakkollégista csoport vett részt, szintén nagyon-nagyon sokat segítettek, nagyon szépen dolgoztak. Most várjuk az értesítést, hogy Uszkán, illetve Rozsályban a jégverte településeken tudunk-e segíteni. Van érintett hallgatónk is, aki Uszkánról való, és szeretnénk legalább az ő családjának ilyen formán az együttérzésünket és az együvé tartozásunkat megmutatni. Mennyire tudnak segíteni abban, hogy a fiatalabb generációkat megszólítsák, és akár a tanulásra ösztönözzék a fiatalabb roma gyerekeket? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt látom, hogy sokféle program volt már meg kezdeményezés az országban. Az egyik az Arany János Tehetséggondozó Program, amivel a középiskolákat megajándékozták, kollégiumokat is tudjanak ebbe bekapcsolódni, hátrányos helyzetű, avagy roma diákokat bevonzani. A feladatunk az, hogy egy outreach programot találjunk ki. Én azt gondolom, hogy mi, amit kitaláltunk, az elég jól működik. Van egy fiatal volt szakkollégistánk, egy roma fiatalember, aki nagyon jól találta ki, és nagyon jó affinitással, nagyon jó attitűddel, nagyon sikeresen tudja megszólítani a középiskolás diákokat. Egy kicsikét önkéntesen, de most már szeretnénk nem önkéntesen, hanem kötelező jelleggel is beépíteni ezt a fajta outreach programot a középiskolák felé, és az elmúlt években 2-3 olyan középiskola volt, akivel nagyon jól tudtunk együttműködni. Nagyon nagy volt a várakozás, hogy az ottani most érettségiző középiskolások bejussanak a felsőoktatásba, sok segítségre van szükségük, és hát mindenek előtt a mintaadás a legfontosabb, hiszen ez a fiatal kollégám, Robinak hívják, ő nagyon-nagyon jól, nagyon tehetségesen, nagyon ügyesen tudja megszólítani a picikével fiatalabb, mint a saját korosztálya közösségét, és hát erre van szükség, hogy bátorítani őket. Van remény. Azt gondolom, sokáig tudnánk még erről beszélgetni, de itt jött el az idő, hogy megköszönjem, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.